Fesztivállal búcsúztak el a nyártól, hagyományos programját tartotta a mosoni polgári kör. Életmódtábor a Magyar Vöröskereszttel, egy hétig nyaralhattak a gyermekek. Szerelmes városok, Vecsei László Ezékiel műveiből nyílt kiállítás. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Hagyományos nyárbúcsúztató rendezvényét tartotta a múlt hétvégén a mosoni polgári kör a Bicónál. Az egésznapos fesztivál során számos érdekes program várta az érdeklődőket. Egésznapos fesztivállal köszöntek el a nyártól, augusztus utolsó hétvégén a Bicónál. A hagyományos rendezvényt ezúttal is a mosoni polgári kör szervezte meg, amely minden évben igyekszik sokszínű szórakozási lehetőséget biztosítani a mosonmagyaróváriaknak. Én már a 24. éve rendezi meg a mosoni polgári kör a hagyományos nyárbúcsúztatóját. A hagyományos programokkal jelen pillanatban a Fehérlónak a kis csoportjai lépnek fel. Utána lesz egy Moson Big Band koncert, utána egy Subbase Master koncert, utána egy karneváli vízi felvonulása a Dunán, egy tűzijátékkal is végül elbúcsúztattuk a nyarat, meggyújtjuk a mágiánkat, amin egy boszorkány van, és azt fogjuk eltüzelni. És utána a Flörtben fogja szórakoztatni az itt lévő közönséget. A sok éves hagyományra visszatekintő esemény népszerűsége nem csökkent. Már a reggel kezdődő főzőversenyen 11 csapat vett részt, amely sok érdeklődőt hozott. Ez mellett a különböző koncertek és játék, valamint gasztroplacok is népszerűek voltak. A délután egyik nagy fellépője a Moson Big Band volt, amely szinte az egész nyarat koncertezéssel töltötte. Hatalmas a repertoárunk, és mindig van valami újdonság is benne, az tény, mint ahogy múlt szombaton a horvát Meggy itt volt velünk énekelni, és ő franciául is énekelte azt a sessivont, amit hát direkt miatta tanultunk meg. De legközelebb már a mi énekesnőnk is fogja énekelni. Mindig úgy állítom össze a programot, hogy a közönség ne mindig ugyanazt a sorrendet, meg ugyanazokat a számokat hallja, tehát válogatva. Mindig lesz parac, akinek kell egy kis. Hey! Ho! Ahogy Kránisz László is elmondta, a koncertek után a vízi karnevállal, tűzi játékkal és a boszorkányégetéssel zárult az este. Pályázati forrásból és a támogatók által felajánlott összegből sikerült megvalósítani azt az életmódtábort, amit augusztus 14-e és 18-a között tartottak Dunaszigeten. A Magyar Vöröskereszt által szervezett programban 50 hátrányos helyzetű gyermek vehetett részt. A megye azon településeiről érkeztek gyermekek a Dunaszigeti táborba, ahol a Magyar Vöröskereszt alapszervezetei működnek. Az életmód tábor a Magyar Vöröskereszttel elnevezésű egyhetes programban 50 hátrányos helyzetű gyermek vehetett részt. Nem kifejezetten szociális hátrányos helyzetre kell csak gondolni, hanem akár az életmódból, akár betegségből adódó hátrányos helyzetre. És ezek a gyerekek vannak most itt a táborban, Dunaszigeten, legtöbb gyermek Győrből, aztán Móvár, Sopron, Kapu Már és Csorna, és gyakorlatilag hétfőtől péntekig tart ez a tábor. Az egy hét alatt a Vöröskereszt eszméinek megfelelően alakították ki a programokat, amik hozzátartoznak az egészséges életmódhoz. Így a gyermekek megismerkedhettek az egészséges táplálkozással, elsősegélynyújtást tanulhattak, és feladatokkal, bemutatókkal is készültek a szervezők. A támogatóknak köszönhetően pedig napi többszöri étkezést is tudtak biztosítani a gyermekek számára, a háromszori főétkezés mellett, amikor is friss zöldségek, gyümölcsök kerülhettek az asztalra. Mindenkinek azt gondolom van az életében olyan, az egészséggel kapcsolatosan egy olyan terület, ami kevésbé kap, vagy kevésbé tartjuk fontosnak. Van, akinél esetleg tényleg a betegségekkel kapcsolatosan, van, akinek a táplálkozás vagy a mozgás hiánya, és hát úgy alakítottuk ki, hogy a reggeli kezdésen minden nap nagy szerepet kapott a mozgás. Tehát reggel ébresztő után az első az volt, hogy a gyerekek jöttek és tornáztak, és tényleg elmondhatom, hogy nagyon szívesen jöttek, és szinte mindenki itt fél órán keresztül a reggeli torna volt az első, ami indította a napot. Az egy hét alatt pedig egy igazi különlegességgel is készültek a gyermekek és a szervezők, ugyanis csütörtök délután egy flashmobot tartottak a táborban, az egy hét alatt pedig örökre szóló élményeket szereztek a résztvevők.
például pörögtem fejen is, és még ültem a tűzoltóba, meg rendőrbe. Velem ma ez történt. Ma volt ilyen kutyakereső, meg még volt a rendőrség, és az meg még voltak a tűzoltók. Aztán vízibombáztunk. És mi volt az, ami a legjobban tetszett neked a héten? Hát a vízibombázás. És miért az volt a kedvenced? Hát mert az volt a legjobb szerintem. Nekem nagyon tetszett a mai vízibombázás, meg az, hogy az egyik felügyelőt meg kellett keresni a kutyával, meg nagyon tetszett nekem, amikor ilyen lányos nap volt, amikor sminkelés, fodrászat és csillámtetkot csináltattunk. A Magyar Vöröskereszt Életmód táborának célja az volt, hogy a gyermekek minél hamarabb megismerkedhessenek az egészséges életmóddal, barátságokat kössenek és életre szóló élményekkel térhessenek haza. A Szent István napok keretein belül augusztus 20-án nyitották meg a Fehérló Közösségi Házban Vecsei László Ezékiel legújabb kiállítását. A tárlat a Szerelmes Városok címet viseli. Fogadom, úgy üdlek meg én, hogy fájjon erősen, mert szép missziója az ütésnek, hogy fájdalmat okozzon. Fogadom, gátat nem vetek én az agyamba rohanó vérnek, midőn szuknyát lebbentve a szél lányok felélök, nehogy a nosztalgiávásokat sokasodó apró lemondások alattomos bújtogatásaival ellenet fordítson el visszafogottság. Szerelmes versekkel vette kezdetét Vecsei László Ezékiel Szerelmes Városok című kiállításának megnyitója augusztus 20-án a Fehérló Közösségi Házban. A tárlatot Székely Zoltán nyitotta meg, aki elmondta, a festőművész 1986 óta 63 csoportos kiállításon vett részt, 1989 óta pedig összesen 37 önálló tárlata nyílt meg, így minden évben legalább 2-3 alkalommal találkozhatnak a képeivel a művészet kedvelők. A művészettörténész hozzátette, Vecsei László Ezékiel életművét összekapcsolja a közös nevező, bármennyire is különbözőek legyenek a művei. Ilyen közös nevező a geometrikus abstrakció, amely ráadásul a mostani kiállításra is roppant jellemző. A 20. század művészete, amikor ugye a század elején túllépett az optikai valóság rögzítésén és egy újfajta képi valóság építésében kezdett, akkor ennek egyik útja a geometrikus jelekből, a geometrikus formákból való építkezés. Székely Zoltán megnyitó beszédében elmondta, nem csak egy kockajátékról van szó, hanem mélyebb és elvontabb filozófia húzódik meg a képek mögött, aminek gyökerei az antikvitásig nyúlnak vissza, a geometrikus rend pedig a vázát alkotja a valóságnak. Ez az, ami összeköti a legkülönbözőbb dolgokat, többi között az emberi világot a világegyetemmel. A Szerelmes Városok című kiállításon látható képeket egy személyes utazás ihlette. Ahogy a festőművész fogalmazott, az utazás után évek teltek el, mire megérlelődött benne a képkollekció alapmondani valója. A képek az olajfestészet egy különleges változatával készültek el. Kontúrozom a megrajzolt objektumokat, és különböző színes elemekkel ruházom fel. És hogyha szerelem van, akkor itt az épületek szeretkeznek többnyire a képeimen, vagy a szeretetről szól, amikor különböző felekezetű templomok közé hidakat verek, várva azt, hogy kibéküljenek egymással. Vecsei László Ezékiel Szerelmes Városok című kiállítása a Fehérló Közösségi Házban tekinthető meg nyitvatartási idő alatt. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze az egyes főúton Moson-Magyaróvár és Levél között csütörtök kora délután, tájékoztatta televíziónkat a Moson-vármegye. Az ütközés következtében a személygépkocsi lesodródott az útról, és az árokban állt meg. A járműbe beszorult egy ember, akit a Moson-Magyaróvári hivatásos tűzoltók emeltek ki. A kocsit vezető 70 év körüli osztrák férfi olyan súlyosan sérült, hogy a mentők már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
Hivatalosan is megkezdődött a 2017-es, 2018-as tanév szeptember 1-én. A legtöbb iskolában ezen a napon tartották a tanévnyitó ünnepségeket, városunkban többek között a Bólyai iskolában, amely idén fennállásának 120. jubileumát ünnepli, valamint az Egyetem Mezőgazdaság és Élelmiszertudományi Karán. Az Eduline információi szerint az idei tanévben több változás várható, többi között újabb 3,5%-os béremelést vezetnek be egyes pedagógusok esetében. Idén az 1-től a 9. osztályosokig automatikusan szociális helyzettől függetlenül ingyen kapják a tankönyveket a diákok. A polcokról eltűnnek a túlcukrozott, mesterséges adalékanyagokkal ellátott üdítők, az energiaitalok, a chipsek, szörpök, csomagolt sós termékek, helyettük elvileg szendvicsek, saláták, joghurtok, ásványvíz, tejtermékek, gyümölcsök szerepelnek majd a kínálatban. Röviden a hétvége időjárásáról, szombaton egy hideg front éri el hazánkat, emiatt egyre több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. Csökken a hőmérséklet, napközben 19 és 25 fok közötti hőmérsékletet mérhetünk. Vasárnap is marad a csapadékos időjárás, megélénkül a légmozgás, a nappali csúcs 20 fok körül alakul. Hétfőn aztán a nyugati tájak felől felszakadozik a felhőzet, egyre több felé kisüthet a nap, néhány fokot emelkedik a hőmérséklet is. Kedves nézőink, most a Gázfröccs című autóműsor következik. Hétvégén az idei Szent István napokon készült magazinműsorunkat nézhetik meg. Friss hírekkel legközelebb hétfőn 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk a továbbiakban is, kollégáim nevében is kellemes hétvégét kívánok Önöknek. Viszontlátásra!